Nehéz helyzetbe kényszerítheti az asszály az állattartókat is. A klímaváltozás és a folyamatos vízhiány hatalmas problémákat okoz a hazai szektorban. Emellett napjaink gazdasági nehézségei is rosszul érintik a gazdákat. Egyes térségben a termelők nem tudnak elegendő szénát betakarítani, nem lesz elég szalma az almozáshoz, a silókukorica minősége pedig szemtermés hiányában sok esetben csapnivaló. Megemelkedtek a termelési költségek az elmúlt hónapokban, azonban nem csak az energiaárak, az inputanyagok és a munkabérek növekedése jelent gondot. Az árakkal például szinte lehetetlen előre kalkulálniuk. Az asszály miatt kialakult helyzetben az Agrártárca minden lehetséges eszközzel támogatja a termelőket, akiknek többek között az agrárkárenyhítési rendszer és az asszálybiztosítás nyújthat segítséget. Az Agrárminisztérium asszály veszélyhelyzeti operatív törzs döntése alapján kidolgozta annak a 3 milliárd forint értékű támogatásnak a koncepcióját, amely a történelmi léptékű asszály miatt ellátási gondokkal küzdő állattartók tömegtakarmányszállítási költségeinek finanszírozásában nyújt segítséget. Az élelmiszerek tekintetében az elmúlt időszakban folyamatos áremelkedésnek lehettünk tanúi, alig van olyan élelmiszer, amelynek ára ne nőtt volna jelentősebb mértékben. Ez alól a tejtermékek sem kivételek. A tej felvásárlási ára Magyarországon például átlagosan 25%-kal volt magasabb az egy évvel korábbi szintnél. Ennek több oka is van, többek között az általános globális költségemelkedések, illetve az európai tej- és termékkínálat is az áremelkedés irányába hat.